A Bosch lítium-ion akkumulátoros fűrészét fogjuk tesztelni. Nem kell hozzá kábel, nem kell összekötni a konnektorral. A lítium-ionos akkumulátor miatt rendkívül könnyű és hosszú az élettartama. Bontsuk ki, nézzük meg, hogy mennyi időbe telik összeállítani, és próbáljuk ki, hogy jó-e szerszám. Most, ami volt a dobozban, az egy lítium-ion akkumulátoros fűrészgép. Az akkumulátor az úgy látom, hogy beépített akkumulátor, egy 10,8 voltos akkumulátor. Lítium-ionnak ismerjük már az előnyeit, hogy könnyű, viszonylag nagy teljesítményű, lassan merül le, egyenletes teljesítmény leadású, és tölteni kell ugyanúgy, mint bármilyen egyéb akkumulátort. De mielőtt a töltőre rátenném, megnézem, hogy mi volt még a dobozban. Egy nagyon jó használati utasítás, egyetlen penge. Ennek a fogazatából rögtön látom, hogy ez valóban kertészeti célra van elkészítve. Ez a része a herkentyűnek, amit éppen fogok a kezemben, ez azt teszi lehetővé, hogy egy kézzel is fűrészeljek, de most a penge felszereléséhez inkább kiveszem belőle. A pengének a felrakása viszonylag egyszerű kell legyen a használati utasítás szerint. Ezt a piros kis csapocskát az egyik kezemmel, vagy egyik ujjammal félrenyomom, és a fűrész pengét ide a résbe beillesztem, gondolom, hogy ütközésig, és utána visszaengedem a pirosat. Ilyenkor is félig feltöltött állapotban van szállításkor az akkumulátor, tehát elvileg mennie kell. De hogyha komolyabb munkát akarok végezni, akkor először fel kell töltenünk az akut. Az akunak a töltési ideje az körülbelül 3 óra. Egy kis gumiajtócska mögött van a töltőességnek a csatlakozója, ezt bedugom a helyére, és a másik végét pedig a konnektorba. És ebben a pillanatban elkezdett töltődni, ahogy a prospektusban olvastam, 3 óra a teljes feltöltés, tehát teljesen le lenne merülve, de bármikor után tölthető a készülék. Ha kíváncsiak vagyunk rá, hogy mekkora az áramfogyasztása ennek a töltőnek, akkor közbeiktatok egy ilyen egyszerű árammérőkészüléket. A műszer szerint a fogyasztása mindössze 2 watt, ami minimális, és a töltési helyzetet egy villogó zöld lámpa jelzi. Valószínűleg, hogyha a villogás megáll, akkor feltöltődött a készülék, de egy óra türelmet adunk neki. A súlya körülbelül 1 kg, néhány dekával talán fölötte van ezzel az ágfogóval, és rendkívüli módon kiegyensúlyozott. Tehát könnyedén tartom, mert hogy a másik felén van az akkumulátornak, az egyébként nem túlságosan nagy súlya. Hagyományos esetben egy kertész, az egy közönséges fűrészt használ, a másik kezével ilyenkor fognia kell az ágat, hogy nehogy lengésbe jöjjön, és ennek a fogószerkezetnek az a szerepe, hogy 60 mm-ig be tudom ide fogni, és egy pillanat alatt átvágja a készülék. 60 mm a befogó méret, hogyha leveszem róla azt a ágfogó részt, akkor persze nekem is 2 kézre lesz rá szükségem, de ilyenkor 80 mm-es ágakat is elvág. Időben nem adták meg ennek a fűrésznek a teljesítményét, de 60 mm-es átlagos ágakból 30 darabot is elfűrészel. Az a fűrészpenge, amit adtak hozzá, egy 150 mm hosszúságú ágvágó, tehát kertészeti használatra, de én biztos vennék magamnak barkács célokra egy műanyagot, vasat, alumínium küszöböket fűrészelő, apró fogú pengét is. Most a fejem fölötti magasságban dolgozom, ami a legnehezebb munka, és nem is biztos, hogy a másik kezemmel elérném, inkább csak kapaszkodom vagy támaszkodom, és így az ő ágfogója megfogja és levágja az ágat. Még egyszer. Hogyha nagyon vastaggá válik az ág, ez szerintem itt már 60 mm-nél vastagabb, akkor le kell vennem az ágfogót, és 80 mm-ig még mindig fűrészelhetek vele. Megpróbáljuk, hogy ezt is viszi el. Az eredmény tökéletes, és a meclap teljesen sima. Ez egy vékonyabb ág, teljesen elszáradt, és amúgy meg hagyok kapaszkodókat a fán, hogy az unokám jól tudjon majd mászni rajta. Egy nagyszerű szerszám, de az is biztos, hogy nagyon veszélyes. A másik kezemet én nem igen használnám az ügyben, vagy bőrkesztyűt, munkáskesztyűt, lánckesztyűt hordanék. Az nagyon fontos, hogy van benne egy biztosítópont,
kettőt egyszerre kell nyomnom ahhoz, hogy működjön. És a legfontosabb az, különösen, hogyha létrára mászunk, hogy bombabiztos sportcipő bakancs legyen rajtunk, tehát bombabiztos cipő a lábamon, a bal kezemmel, mert hogy én jobbkezes vagyok, kapaszkodom a fába, vagy a létrába, és ő pedig fogja az ágat, és közben mozgatja a pengét is. Ez a biztos módszer. Fogó nélkül, mint egy hagyományos fűrésznél, rezgésbe jön az ág, és nem igen tudom elvágni vele, csak rezgeti, de nem vág bele a fűrész. Míg hogyha rárakom az ágfogót, akkor valószínűleg elkapja és tökéletesen vág.